Megvan a győzelem, erre mondjuk, hogy hoztuk a kötelezőt? Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát ez nekem nem volt olyan... Tehát ez már nem kézzelható esemény volt, már elnézést, hogy ezt mondom, hanem egy baromira türelem játék. És az... Tehát tudtuk, hogy ezer sebből vérzik ez a Bittenkamp, közben még összelett egyet itt tegnapról már, azt nem is értem, hogy hogy. És utána ők ugye fölmérték, hogy itt sok keresnivalójuk nincsen, és ezért romboltak ma mindent, amit lehet, tehát mind a stratégiában, mind mindenben, tehát lassítottak. Én is ezt tettem volna a helyükbe, tehát itt most nem rossz értelemben mondom ezt, csak ez pont olyan meccs volt, hogy amikor türelmesek voltunk, akkor nagyon eredményesek voltunk, amik egy picit is kihagyott ez a türelem, meg a koncentráció, akkor azonnal a nyakunkon vagy így jöttek fölfelé. Ugye ez csak erről szólt, hogy mennyi időt tudunk lenni, meddig tudunk türelmesek lenni. Ugye nyilván az első 10 perc, amik frissek voltak, addig azért ez nem volt egyértelmű, csak utána azt szépen fölöröltük őket. Nehezen kezdtünk. Tudtuk, hogy nagyon kevesen jönnek el erre a mérkőzésre, mert van, akik nagyon sok sérültjeik is. Felkészültünk arra, hogy minél kevesebb gólt kapjunk, és minél kevesebb lerohanás volt, viszont azt, hogy 22 kapott gólunk van, azt nagyon jónak mondanám, viszont azt, hogy a lerohanás gólok száma meg túl sok. A célunk egyértelmű volt, hogy betörésbe és beálló posztról ne kapjunk gólt, legyenek átlövések és szélső befejezések. Hát ez azért 100%-osan nem sikerült, mint amit általában soha semmit megvalósítani, de úgy gondolom, hogy amikor ki tudtuk kényszeríteni a befejezéseket szélre, akkor onnantól nekünk már nagyon-nagyon jó volt a Blani, ebben nagyon-nagyon erős, és ez szépen megoldotta. Úgyhogy mondom, hogy ennyi volt a stratégiánk, ezt azt gondolom, hogy jól megoldottuk, de persze lehetett volna ezt jobban is, de nem, tehát egy 9 gólos bajnokok ligája győzelem után ezzel ne panaszkodjunk. Példát szeretnénk mutatni. A Fradiban. Egyek vagyunk. Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! A Fradiban. Egyek vagyunk. Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! A mi öltözőnkben sosem volt téma, ki honnan jött hozzánk.